Megvan az év első milliárdosa, elvitték ugyanis az ötöslottó főnyereményét. Több mint 3,3 milliárd forintot nyert valaki. Ez minden idők 6. legnagyobb nyereménye Magyarországon. A szerencsés nyertesnek 90 napja van, hogy jelentkezzen a pénzért. Az M1 riportere megnézte, hogy mi mindenre lenne elég ennyi pénz. És lássuk, van-e telitalálat, van-e ötös? Lássuk! Van! Ott van 3.348.134.835 forint! Szombaton vitték el minden idők 6. legnagyobb nyereményét az ötöslottón. Legutóbb augusztus 7-én volt teli találat, akkor a főnyeremény 1,3 milliárd forint volt, most csak nem háromszorosa. 21, 49, 53, 59 és 79. Ezt az 5 számot kellett eltalálni, és egy szerencsés játékosnak sikerült is. 90 napja van, hogy jelentkezzen. Először meggyőződnek arról, hogy valóban ő a nyertes, majd a szelvényt is megvizsgálják. A Játék ZRT egy telefonvonalat működtet, amit bármikor hívhat a nyertes. A vonal másik végén a nap 24 órájában várja a hívását fethetetlen munkatársam. Vele egyeztetnek olyan dolgokat, amelyről csak a nagy nyertes tudhat a szelvény alapján. Ezt követően sor kerül a személyes találkozóra, és ha ott is rendben van a hitelesítés és a szelvény, akkor történik a legizgalmasabb rész, meghatározott időn belül utaljuk az összeget. Ez a gyönyörű sziget a Karib-tenger térségében található. A Lobster nevű birtok csupán 2 kilométerre helyezkedik el a parttól. Kiváló privát strandjai vannak, és egy kikötő is tartozik hozzá. 3 milliárd forintból például ezt a szigetet is meg lehetne venni. Mutatunk még néhány érdekességet, hogy mire is lenne elég ennyi pénz. Sajtburgerből több mint 10 millió adagot, pizzából pedig 1,5 milliót lehetne vásárolni ennyi pénzből, táblás csokoládéból pedig 9 millió darabot. A pszichológusok azt mondják, ha ekkora összeghez jut valaki, mindenképpen várjon és fontolja meg, mire is költene. Ez egy elég nagy pénz, és az ember, főleg aki nem szokott ekkora összegekhez, azt gondolja, hogy ez végtelenül erőforrás. De ez nincs így. És ezért szokott az lenni, hogy néhány év múlva ugyanolyan szegény lesz, mint amikor egyébként nem nyerte meg a lottót. Hasonló nyereményekre többször is volt már példa. Az ötöslotton 2002 óta mostanáig 10-szer vittek el milliárdos összeget. A valaha volt legtöbb pénz pedig 2020 márciusában vitték el. A nyertes akkor csaknem 6,5 milliárd forintot vitt haza.